Ruzivka mesna zajednica je bila dugo godina zapuštena, samo su bile zgrade i niko maltene nije vodio brigu o tome da budu lijepi parkinzi, da to bude jedno humano naselje, a ljudi koji žive tamo više od 9000 zaslužuju puno bolju okolinu. Počelo je tamo da se nešto razvija kad su 2000-te počele da se izgrade, odnosno kad je izgrađena zelena pijaca, Zöldike. E, poslije toga je počelo ipak malo da se i to naselje razvija. U zadnje nekoliko godina možemo reći da se tu intenzivnije gradi, da su napravili divan parking, odnosno park, koji naravno zaslužuje da se sada nastavlja i održavanje tog parka. Naravno, fale još puno stvari, fali više dečjih igrališta jer ima jako puno dece. Treba to sve održavati. Možda ono što meni fali u toj mesnoj zajednici, to je možda sada kad bude komunalna policija počela da funkcioniše, to je malo veći bezbednost, veći mir i da na neki način grafite pokušavaju da eliminišu, odnosno da se radi na tome da manje budu divne, nove izgrađene zgrade ofarbane i uništene na takav način. Ono što me posebno zabrinjava u zadnje vrijeme, to je pojava ovih izbjeglica, nažalost masovno, koji su sada na ovoj teritoriji. Tiče se i Bajnata i Prozivke i mislim da tu jako puno treba raditi i nadležni treba na tome da rade. Treba nastaviti da se razvija ovo naselje jer zaslužuje i treba nam više parking mesta, s obzirom da je tu stvarno gustina naselja veoma velika i naravno da imamo divno zelenilo, puno više nego što sada imamo. Tu su još ono što na čemu treba raditi i nastaviti da ovo naselje bude stvarno onako dolično, toliko ljudi koji žive tamo. Harcosok helyi közösségéről van szó. Harcosok helyi közössége lakosaként azt tapasztalom, hogy a 2000-es évekig valóban nem nagyon nagy gondot fordítottak erre a helyi közösségre, ha bár ez a helyi közösség több mint 9000 lakost számlál, és megérdemli azt, hogy rendezettebb és tisztább legyen, és sokkal több befektetés történjen ebben a helyi közösségben. Amikor kiépült a Zöldike piac, akkor kezdődött tulajdonképpen valamiféle összetartás ennek a helyi közösségnek. Az utóbbi néhány évben intenzíven folytak a beruházások, befektetések ezen a téren. Látjuk a parkot, látjuk a fejlődést. Természetesen ezeket most karban kell tartani, a parkot tovább tisztán tartani, fejleszteni, és még néhány játszóteret emellé. Hiányolom azt, hogy kellene sokkal több parkolót építeni, mert hát több mint 9000 lakosra, és ez a meglévő szám, ez meglehetősen kevés. Azt, amit úgy gondolok, hogy ki kell emelni, és nagyon remélem, hogy a közeljövőben a kommunális rendőrséggel majd oda tudnak hatni, hogy rendezettebb és biztonságosabb legyen ez a helyi közösség. Nagyon sok a graffiti, a különböző olyan dolog, ami nem teszi túl kedvezővé, túl szépé ezt a helyi közösséget, és remélem, hogy ez a továbbiakban majd másképp fog alakulni, ami viszont azt hiszem, hogy engem is sok más lakótársamat, akik a helyi közösség területén élnek, de értsük itt a Bajnát helyi közösség lakosait, és nagyon aggaszt bennünket az elmúlt időszakban a menekültek megjelenése, és várjuk azt, hogy ezt a problémát mielőbb próbálják megoldani, ahhoz, hogy sokkal nagyobb legyen a közbiztonság ebben a helyi közösségben.